Köszöntünk téged. Köszönjük neked, Uram, a kegyelmedet a mai napon is, a szeretetedet, Uram. Köszönjük, Uram, hogy te vagy az az Isten, aki megelégíted az éhes szívőeket, és azt mondod az igédben, hogy áldottak, akik éhezik, és hozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Uram, azért vagyunk ma itt, hogy éhezzük, szomjúhozzuk a te igazságodat is. Köszönjük, Uram hogy Te megelégítesz bennünket ma is a Te ígéddel, a Te igazságoddal. Kérlek, Atyám, hogy jelents ki magad nekünk, szólj mi szívünkhez, adj nekünk nyitott befogadó szívet, Uram. Köszönjük, hogy Te munkálod bennünk mind az akarást, mind a cselekvést, a Te jó kedvedből, Uram. Kérlek, magasztalt fel magad ma közöttünk, mozdulj közöttünk, gyógyíts meg azt, akinek szüksége van erre, szabadíts meg, akinek meg szabadulása van szüksége, és köszönjük, Uram, hogy Te betöltesz bennünket a Te szellemeddel. Köszönjük neked, drága édesatyám, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen, amen. Foglaljatok helyet. Uh, imádkozni szeretnék azokért, akiknek tényleg van szükségük uh, gyógyulásra. Az Úr mutatott a térbe, a könyökbe, és a torokba is mutatott az előbb gyógyító kenetet. Tudom azt is, hogy vannak, akik küzdenek uh, dolgokkal. De a Jézus nevében imádkozni szeretnénk minden testvérért, mindenkiért, akinek szüksége van gyógyulásra. Atyám, a Jézus nevében gyógyulást szólítunk elő a térdbe, a könyökbe, a szembe, a torokba, bárhol, ahol szükségük van a testvéreknek gyógyulásra, uram. Köszönöm, hogy te vagy a gyógyító, te vagy az, aki ami bűneinket magad vitted fel testedben a fára, hogy a bűnöknek meghalván az igazságnak éljünk, akinek a sebeivel gyógyultunk meg. Köszönjük, Úr Jézusom, hogy a te sebeiddel meggyógyultunk, és ezt az igazságot érvényesítjük most minden testvérünk, minden uh, szenvedő testvérünknek az életébe, a Jézus nevébe. Köszönöm, hogy megszabadítod őket, meggyógyítod őket, helyreállítod őket a te hatalmas kegyelmedből. A fejfájáshoz szólok, hogy múljon el minden hazug tünet a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen. Van egy igen rész, ami nem annyira kapcsolódik ahhoz az üzenethez, amiről ma szeretnék beszélni, de reggel, ahogy olvastam a Bibliámat, az Úr ezt így felhozta, és szeretném megosztani veletek, hát, hogyha ez szól valakinek. Mindjárt megtalálom. Apostolok cselekedeteiben lesz, az már egészen biztos és mindjárt meg lesz. Igen, a negyedik fejezet. Bocsánat. Apostolok cselekedetei negyedik fejezet, és a 29-es verstől azt mondja, hogy most azért, Urunk, tekints az ő fenyegetéseikre, és add a te szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal szólják a te beszédedet, a te kezedet kinyújtván gyógyításra, és hogy jelek és csodák történjenek a te szent fiadnak, Jézusnak neve által. És minek utána könyörögtek, megmozdul a hely, ahol egybe gyűltek, és betelének a szent szellemmel, és az Isten igét bátorsággal szólják vala. A hívők sokasságának pedig szíve, lelke egy volt, és senki semmi marhát nem mondá magáinak, hanem nékik mindenük közös vala. És az apostolok nagy erővel tesznek vala bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról, és nagy kegyelem volt minnyájukon. áldott legyen az Úr, állalója. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de én vágyok arra, hogy a Szent Szelem így betöltsön. hogy teljes bátorsággal merjem szólni Istennek az igéjét, és egy uh, nagy öröm legyen. Uh, én nagyon szeretem azt, amikor a Szent Szelem betölt, és uh, érezzük, uh, érzem azt, hogy, hogy hogy ott van, hogy jelen van, nem sok jobb dolgot tudok itt ezen a földön, mint ez, amikor Isten betölt teljesen. Dicsőség Istennek! Hogyha van Bibliátok, akkor lapozzatok el az 1 Korintus 13-ra, és amint tudjátok, egy kampányban vagyunk benne, ami azt jelenti, hogy a, amikor volt házi csoportunk, akkor azon foglalkoztunk a szeretettel. Ugye ez egy 40 napos szeretett kampány, vannak biblia tanulmányozásaink hétközben, amin többen ugye részt vesztek, és nagyon jó uh, dolgokat tudunk megnézni ilyenkor, bővebben, több idő alatt Isten igéjéből, és erről szólnak a prédikációk, és uh, volt egy-két alkalmunk, amikor ugye elmentünk uh, elvonulni egy hétvégére, meg a, amikor főzőversenyen voltunk, és hát itt meg gyakorolhattuk élesbe azt, amit tanultunk korábban. Úgyhogy, uh, ha megteszitek, akkor az egykorintus 13-nak az első öt versét el fogjuk olvasni, és majd belemegyünk az egyikbe. Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs én bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy pengő cimbalom. És ha jövendőt tudok is mondani, és minden titkot és minden tudományt ismerek is, és ha egész hitem van is, úgy annyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki a helyükről, szeretet pedig nincs én bennem, semmi vagyok. És ha vagyonomat mind felétetem is, és ha a testemet tűzre adom is, szeretet pedig nincs én bennem. Semmi hasznom abból. A szeretet hosszú tűrő, kegyes, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem cselekszik égtelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem tartja számon a gonoszt. Tovább is olvashatnánk, de itt szeretnék megállni, mert a mai üzenethez elérkeztünk, ami most azzal fogunk foglalkozni, korábban már több mindent megnéztünk, hogy a szeretet az nem tartja számon a gonoszt. Kitalálhatjátok, hogy ma a megbocsátásról lesz szükség... szó, bocsánat. A megbocsátás az egy érdekes dolog, és sok minden van ezzel kapcsolatban, amit meg lehetne nézni, és nem fogjuk tudni a teljesség igényével megnézni a mai napon így minden, de hiszem azt, hogy sok jó dolgot tudunk Isten igéből megnézni, és hiszem azt, hogy az Úr segíteni fog nekünk, hogy hogyan viszonyuljunk ilyen helyzetekhez. Ugye? Tehát az a kérdés, hogy hogyan reagálunk akkor, amikor megbántanak. A Biblia mondja, hogy hogy lesznek botránkozások, lesznek uh, sértődések, fognak érni bennünket, ugye ilyen jellegű bajok. A kérdés az, hogy hogyan reagálunk mi erre. Uh, így az elején egy ilyen kis uh, kérdésfelelekkel uh, készültem nektek néhány kérdéssel, amire uh, igaz vagy hamis. Uh, Választ várnék tőletek, ezt nem kell, hogy föltétlenül most így hangosan mondjátok, de magatokba kérlek, hogy válaszoljátok meg ezeket, ezeket az állításokat, amiket most lesz négy állítás, hogy szerintetek ez igaz vagy hamis. Az első, hogy nem kell megbocsátanom addig, amíg az illető bocsánatot nem kér. Igaz vagy hamis? A megbocsátás magában foglalja, hogy lekicsinyeljük a sértést és a fájdalmat, amit az okozott. Igaz vagy hamis? A megbocsátás tartalmazza, hogy helyreáll a bizalom és visszaáll a jó kapcsolat, újra egyesülve a kapcsolat. Igaz vagy hamis? Nem, nem bocsátottál meg igazán addig, amíg nem felejtetted el a sérelmet. Igaz vagy hamis? Ugye ezeket e, jó kérdések, de hogyha igazán megvizsgáljuk a Bibliát, akkor arra a következtetésre kellene, hogy jussunk, és sokan ezt már ugye itt most kifejeztétek, hogy minden négy állítás hamis. Egyik sem állja meg a helyét. Mielőtt belemennénk igazán abba, azt a címet adtunk a mai tanításnak, hogy e, mi is a valódi megbocsátás, Mielőtt belemennénk abba, hogy mi a valódi megbocsátás, egy-két dolgot nézzünk meg, hogy mi nem a megbocsátás. Például a megbocsátás az nem a lekicsinyelése a sértésnek, a sérelemnek. Például, hogy nem azt mondjuk, hogy nem nagy ügy, nem is fájt annyira, hát miközben vérzik a szívünk, ezt örültségnek hívják, ez nem megbocsátás. Különbséget kell tegyünk a között, hogy érnek bennünket sérelmek, megsebesülhetünk, valaki okozhat nekünk sérelmet, nem szándékosan. Ebben az esetben sincs igazán szükségünk a megbocsátásra, mert ilyenek lépten nyomon történnek nem igaz, olyan dolgok, amik nem kellemesek, amik rosszul esnek, amik bántások, de igazából például valaki rád lép a, a, a buszon, véletlenül nem vett észre, nincs szó arról, hogy itt nagy megbocsátást, Kellene gyakorolni, sokkal inkább a türelmet, elfogadni, hogy ez van, türelmet gyakorlunk, viszont különbség van a, a sérülés, vagy a, a, az ilyen véletlenül okozott sértés és a bántás között amikor a bántásnak ugye az a lényege, hogy valaki ezt szándékosan teszi. Tehát nem véletlenül okoz sérelmet, hanem szándékosan megbánt valaki. Hát ilyen is ér bennünket időről időre, igaz? Na ilyenkor jön szóba a megbocsátás. Ilyenkor van szükségünk a megbocsátásra. Tehát az egyik az, ami nem a megbocsátás, ugye, hogy nem lekicsinyeljük ezeket a sérelmeket, és nem úgy teszünk, mint hogyha semmi nem történt volna. A másik, ami nem a megbocsátás, az, az, tehát a megbocsátás nem a kapcsolat újraindítását jelenti, vagy helyreállítását, anélkül, hogy dolgok megváltoztak volna. Ezt elmondom még egyszer, jó? Tehát a megbocsátás az nem a kapcsolat újraindítását jelenti, vagy helyreállítását változások nélkül. Ugyanis, amikor uh, megbánt valaki. Tehát amikor valaki szándékosan bánt bennünket, akkor mi történik? Ha addig volt is bizalmunk felé, mi fog történni? Ez a bizalom, ez megtörik, elveszik, és amikor mi megbocsátunk, az egy dolog, de ahhoz, hogy helyreálljon egy kapcsolat, ahhoz több dolognak kell történjen, nem csak a mi részünkről, tehát nem csak a sértett részéről, hanem a, aki megsértett, a védkes részéről is több dolognak kell megtörténnie. A mi részünk, ahhoz, hogy helyreálljon egy kapcsolat, az az, hogy mi megbocsátunk. Majd erről fogunk beszélni, hogy ez mit jelent. De a védkesnek is van része abban, legalább három dolog, aminek meg kell, hogy történjen az ő részéről, ahhoz, hogy helyreállhasson egy kapcsolat. Az első, hogy őszinte megbánást kell, hogy tanúsítson. Igaz? Tehát milyen dolog az, amikor valaki megbánt, biztos tapasztaltátok már ezt, eltelik egy kis idő, mondjuk másnap felébredünk, és úgy tesz, mintha semmi nem történt volna. Úgy közeledik, mintha semmi nem történt volna, közben nagyon mélyen megsértett. Ettől helyre fog állni a kapcsolat? Nem valószínű. Ha fel se ismeri azt, hogy ezzel bántott bántást okozott neked, sérelmet okozott neked. Vajon ez elég lesz ahhoz, hogy hú, eltelik vala, egy kis idő, és akkor úgy teszünk, mintha semmi nem történt volna. Nem. Kell, hogy őszinte megbánást tanúsítson, hogy ő ezt nem, hogy, 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 hogy ő sajnálja, hogy ez történt, és, és megbánta, hogy ez történt. A, a Biblia tanítja azt is, hogy amikor van lehetőség arra, akkor kárpotolni kell azt a szemét, akinek kárt okoztunk. Igaz? Hogyha valamivel kárt okoztunk, például ott van Zákeusnak a története, igaz, amikor Zákeus azt mondja, hogy hát, uh, uram, a vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől patvarkodással vettem el valamit, mit, mit teszek azzal? Segítsetek! Négy, azt hiszem, hogy négy annyit mond, hogy négy annyit adok vissza. Tehát, hogy kárpótolni kell, hogyha valahogyan helyre lehet hozni azt a kárt, lehet segíteni, kárpótolni lehet az illetőt valamiért, amivel kárt okoztunk, akkor például ezt meg kell, hogy tegyük, ugye ezt is tanítja a Biblia. És a harmadik dolog, aminek meg kell történnie ahhoz, hogy helyreállhasson egy kapcsolat, amit a, a, a védkesnek kell tennie, az, hogy bizonyítania kell azt, hogy időközben ő megváltozott, és ö, idővel ez újra fogja építeni a bizalmat. Tehát bizonyítania kell, és azt hogyan fogja tudni bizonyítani, cselekedeteivel kell ugye bizonyítania, hogy megváltozott. Képzeljétek el, ugye egy embert például, aki, aki például, ha csak vesszük azt, hogy egy ilyen ö, ö, alkoholista, tegyük fel, egy szenvedélybeteg. Berugott, butaságokat csinált, nem ment haza, vagy nem ment időbe haza, és hát ezzel ugye bántja a családját, és akkor mondja a családnak, hogy bocsássatok meg, megváltozok. De holnap ugyanezt történik. Jövő héten ugyanezt történik helyre fog állni így a bizalom? Ki fog épülni a bizalom? Továbbra is meg tudnak bízni benne, hogy igen, ő mondja, akkor ez biztos úgy lesz. Nem. Miért? Mert különbség van a között, hogy megbocsátunk, és különbség van a között, hogy, 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 hogy hely, tehát, hogy ahhoz még dolgoknak történnie kell, ahhoz, hogy helyreálljon egy kapcsolat. A Biblia tanítja azt, hogy ha valaki megbánt bennünket, rosszat tesz velünk, akkor bocsássunk meg. És hogyha ezt sokszor megteszi, akkor is a Biblia azt mondja nekünk, hogy minden alkalommal bocsássunk meg. De ez nem egyenlő azzal, hogy továbbra is megbízunk az illetőbe, és továbbra is engedjük, hogy bántson bennünket. Tehát ez nem ugyanazt jelenti. És ezt jó, hogyha megkülönböztetjük. Nézzük meg a Máté 18 21, 22 t Máté Evangélium. 18. fejezet, 21 és 22-es versek. Ekkor menvén Péter mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Csak egy röpke pillanatra álljunk meg. Nem azt mondja, hogy hányszor vétkezhet ellenem valaki, hanem azt mondja, hogy hányszor lehet az én atyám fiának ezt kétféleképpen is tudjuk érteni. Ugye az egyik, hogy ez lehet egy vértestvérünk is. Szoktak ilyet csinálni a testvérek egymással, hogy megbántják? Hogy sérelmet okoznak? Testvérek, akik ugye elvileg szeretniük kellene egymást. Tehát most családon belül vértestvérekről beszélünk. Van, hogy megbánt egyik testvér a másikat? Megbántja? Hát előfordul. Előfordul az ilyesmi. A másikok, ok, és a leg, ahogyan ezt lehet érteni, a másik módja, ahogyan ezt lehet érteni, és a Biblia legtöbbször az atyafiakra így utal, ez pedig hívő testvérekre utal, akiknek ugyanaz az apukája, és ezáltal ugyanabban a szellemi családba tartozunk. Lehetne azt mondani, hogy testvérek a gyülekezetből, ugye? Atyafiak. Az új fordítás így is fogalmaz, hogy az én testvéremnek. Tehát akkor még egyszer így olvassuk, hogy, hogy akkor hozzám menvén Péter mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és neki megbocsáltanom? Még hétszer is? Mondanék néki Jézus, nem mondom néked, hogy még hétszer is, hanem még hetvenszer, hétszer is. Wow. Tudom, hogy ez egy nehéz kérdés, Amiről ma beszélünk. Lehet, hogy egyszerű ezt megérteni, de ezt megcselekedni őszintén, igazán, hát ez nem olyan könnyű, ez, ez nehéz. Valjuk be. Ha valaki azt mondja, hogy könnyű megbocsátani, lehet, hogy még igazán nem került olyan helyzetbe, hogy meg kellett volna bocsátania. De meg lehet ezt tenni, és Isten igye azt várja el tőlünk, hogyha megbánt valaki, akár egy testvér. És nagyon érdekes, hogy, hogy és ezt szeretem kihangsúlyozni, hogy amikor az emberek egy gyülekezetbe mennek, akkor néha az a előítéletük van, hogy itt tökéletes emberek vannak. És amikor tapasztaljuk azt, hogy valaki a gyülekezetem belül megbánt bennünket, tehát nem sérelmet okoz véletlenül bántást, hanem szándékosan bánt bennünket, akkor ez kiveri a biztosítékot, és sokan megcsömörölnek, és nem akarnak gyülekezetbe járni azért, mert hát itt valaki gonoszul bánt velem, itt valaki megbántott engem, hát a gyülekezetben nem szeretni kéne egymást, de a gyülekezetben szeretni kéne egymást. Ott kéne a leginkább megnyilvánuljon a szeretetnek, de emberek vagyunk. És mint emberek sajnos követünk el hibákat. Ahogy Péter meg tudta nyitni magát a Szent Szellemnek, és tudott prédikálni úgy a Szent Szellemmel teljesen, hogy három ezren tértek meg egy nap, de korábban meg tudta nyitni magát az ördögnek, amikor Jézus mondta, hogy meg fog halni, és stb. stb. És mondta, hogy Isten mentsen, nem történhet ez meg veled. Jézus azt mondta neki, hogy távozz tőlem, sátán. Nagyon érdekes, hogy még egy apostol is képes megnyitni magát az ördögnek, és megnyitni magát a Szent Szellemnek. Úgyhogy ne csodálkozzunk azon, ha egy hívő, egy egyszerű kis hívő a gyülekezetben egy testvér képes arra, hogy megnyissa magát az ördögnek. Valakitől, egyik pásztortól ezt hallottam, és egyetértek vele, hogy Vigyázzunk azzal, hogy hogyan ítélünk meg másokat, mert megfelelő körülmények között szinte bármilyen bűnre képesek vagyunk. Tehát, hogyha olyan körülmények, olyan helyzetbe kerülünk, szinte bármilyen bűnre képesek vagyunk. Úgyhogy nem érdemes párcát törnünk mások felett, inkább foglalkozunk majd kicsit azzal, hogy mit tegyünk, ha ilyen eset történik. Hogyan tudunk... Tehát hogyan tudunk tovább menni, mi az igazi megbocsátás, és ezt hogyan tudjuk gyakorolni? Tehát beszéltünk már arról néhány dolgot, hogy mi nem a megbocsátás. Nézzük meg most, hogy mit jelent a valódi megbocsátás. Például a valódi megbocsátás azt jelenti, hogy lemondunk arról a jogról, hogy kiegyenlítsünk, hogy bosszút álljunk azon, aki bántott bennünket. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de amikor én azt tapasztalom, hogy valaki szándékosan Megbántott, bántást okozott, kárt okozott, rosszat tett nekem, úgy szinte magától az jön, hogy na megállj csak. <laughs> Majd te visszakapod ezt. Szokott valakiben ez az érzés úgy megjelenni, hogy jönne úgy belülről, hogy adjuk vissza. Úgy gondoljuk, hogy igazságos lenne az, hogy aki minket bántott, ő visszakapja ezt a bántást. A megbocsátás itt kezdődik, és az első ilyen nagy dolog, nagy lépés ezzel kapcsolatban, hogy, és ezt tanítja a Biblia, hogy lemondunk a jogunkról, hogy kiegyenlítsük a számlát vele. Tehát akkor bocsátunk meg, amikor lemondunk erről a jogról, hogy kiegyenlítsünk, és arról, hogy bosszút álljunk. Nézzük meg, hogy mit is mond erről Isten igéje. Menjünk a Róma 12-re, Rómaiakhoz írt levél 12. fejezet, és nézzük meg csak a 19-es verset. Roma 12, 19. És ezt mondja itt nekünk Isten igje. Magatokért bosszút ne álljatok szerelmeseim, hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva, enyém a bosszú én megfizetek, ezt mondja az Úr. Milyen érdekes. Amikor azt érezzük, hogy igazságtalanság ért bennünket, valaki jogtalanul, ok nélkül bántott bennünket, sérelmet okozott nekünk, kárt okozott nekünk, akkor azt érezzük, hogy ez igazságtalan, igazságot kell tenni, meg kell, hogy bűnhődjön az az illető azért, vissza kell kapja azt a rosszat, amit nekem adott. Ez még idáig rendben is van. Mert ez egy igazságtalanság és Isten igazságot akar szolgáltatni, csak azt kell figyelembe vegyük, hogy ki a bíró? Nem mi. Nem mi vagyunk a bírók, és nem mi vagyunk azok, akiknek igazságot kell szolgáltatni, hanem rá kell bízni az igazságosan ítélőre, majd ő fog bosszút állni. Ő megfizet, azt mondja az Úr. Ehhez ugye hitre van szükségünk. Hitre van szükségünk ahhoz, tulajdonképpen ahhoz, hogy hívő életet tudjunk élni, ahhoz, hogy egy Istennek tetsző életet tudjunk élni, ezt csak hit által tudjuk megtenni. Úgy tudunk lemondani erről a jogunkról, hogy nem akarunk bosszút állni, ha megbízunk Istenbe, hogy majd ő ezt elintézi. Nekünk azt mondta Isten, hogy mi szeressük egymást, ez a mi dolgunk. A szeretetnek az egyik fő része, az egyik tulajdonsága, hogy megbocsát, hogy nem tartja számon a gonoszt. Viszont ért bennünket egy igazságtalanság. Igazságot kell szolgáltatni. Mit tudunk tenni? Átadjuk ezt a problémát. Istennek, és azt mondjuk, hogy Uram, te tegyél igazságot, sőt, ezt lehetne fokozni, de az első dolog, hogy lemondunk a jogunkról, hogy igazságot tegyünk, hogy bosszút álljunk, hogy visszaadjuk, ami, a, amit velünk tettek, és az Úrra hagyjuk. Hogy majd ő e, intézi ezt, a mi dolgunk, hogy szeressünk. Igen. Fontos tudjuk azt, hogyha valaki bántott bennünket, és mi is megbántjuk, viszon, viszonozzuk azt a rosszat rosszal, akkor, akkor lesüljedünk erre a szintre. Még rosszabbak vagyunk, mint aki tette. Hogyha valaki, vagy bocsánat, tehát hogyha én bántok valakit, akkor rosszabb vagyok, lesüljettem nála. Hogyha valaki bántott engem, én is visszabántom, úgymond kiegyenlítünk, akkor ugyanolyan rossz leszek, mint amilyen rossz ő. Hogyha pedig megbocsáltasz, ha megbocsáltok, akkor felülemelkedünk azon a rosszon, és akkor vagy jobb, mint ő, hogyha ő bántott téged, de te megbocsáltasz, akkor felülemelkedsz, és te vagy fölül. Sokszor úgy érezzük ilyenkor magunkat, hogy alul maradtunk egészségedre. Tehát amikor, amikor bántások értek, mi nem állunk bosszút, sokan azt gondolják, hogy gyengék vagyunk, nem merjük megtenni, nem tudjuk, hát minket el lehet taposni. De ez nem igaz, mert uh, tudjátok, hogy minden, amit teszünk, ez, uh, ezt látják, hallják azok, akik körülöttünk vannak. Látja az ellenség, és hallja, és Isten is hallja. Amen. És látja, hogy mi történik. És hányan vagytok úgy, hogy, hogy eldöntöttétek a szívetekbe, hogy mivel az út végén valakinek majd számot fogunk adni, jó lenne, ha úgy tudnám élni az életemet, hogy ő legalább legyen elégedett velem a végén. Ugyanis mit érek azzal, ha emberek dicsérnek engem most, meg azért, amit teszek, ahogy élek, de a végén Isten azt mondja, hogy hát nem erről volt szó. Nem ezért, nem ezért adtam neked az életet, az időt, az energiát, a lehetőségeket, hogy erre. erre hányan tudjátok, hogy az életünknek a fő célja, amire Isten teremtett bennünket, hogy szeressünk, igaz? Mennyi minden van, ami elvonja a figyelmünket, és más irányba terel bennünket? Hát egy nagy dolog, ami elvonja a figyelmünket arról, hogy szeressünk, ezek a bántások, a sérelmek, amikor emberek rosszat tesznek velünk, ezek sokszor arra sarkalnak bennünket, hogy mi is ugyanezt tegyük. Arra akarnak indítani, hogy aki bántott minket, azt mi is viszont bántsuk. Arra akar, hallottam már olyan embert, aki járt a gyülekezetbe, aki, aki olyan életet élt, hogy, hogy őszintén mondom, hogy, hogy volt idő, amikor csodáltam. Annyira jól bánt a, a az emberekkel, hogy, hogy felnéztem rá, és azt mondtam, hogy bár csak ilyen lehetnék, hogy nagyon szeretnék olyan jól bánni az emberekkel, ahogyan ő. És képzeljétek, ahogy telt az idő, eltelt több mint tíz év, és az illetőtől olyat, olyanokat hallottam, hogy én jó vagyok mindenkihez, és mindenki át, pont, 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 és. Hátba döfnek, és kihasználnak, és megcsömörölt az egésztől. Nem tudta feldolgozni a bántásokat, nem tudott megbocsátni, és azt mondta, hogy na, ezután én is egy nagy gonosz leszek, finomabban fogalmazok, mint ahogy ő mondta, aki nem leszek jó senkihez. Ha itt mellettem egy öreg asszony összeesne, nem mennék oda segíteni, mert a következő pillanatban hátba döf. És mondta ezt egy olyan ember, akire őszintén mondom, hogy sokáig felnéztem, most is nagyon szeretem, és nagyon sajnálom, hogy ilyen helyzetben van, és azt kérem Istentől, hogy segítsen neki megbocsátani, segítsen neki elengedni a sérelmeket. Mert ezek a sérelmek, ha ragaszkodunk a sérelmekhez, ha nem bocsátunk meg, akkor ez az önsajnálat és a keserűség sötét. Ö, ö, útvesztőjébe fog vezetni bennünket, és a vége az lesz, hogy megkeseredünk. És ez nem egy jó állapot. Ezért nagyon fontos az, hogy tanuljuk meg ezeket a helyzeteket kezelni. Nem mondom, hogy könnyű, sőt, biztosan mondhatom, hogy ez nem lesz könnyű, nehéz lesz. De az egyetlen megoldás ahhoz, hogy egy boldog, kiegyensúlyozott, áldott életet tudj élni, ami ráadásul Isten tetszésére is van. Lehet, hogy elérsz ö, eredményeket úgy, hogy azt mondod, hogy nem leszek én jó senkihez, nézed a saját hasznodat, önző életet élsz, letoljod, hogy mi van a másikkal, és lehet, hogy megszerezhetsz dolgokat, és élvezhetsz dolgokat az életedben valamennyire, de garantálom, hogy nem tudsz egy teljesen boldog, kiegyensúlyozott életet élni, mert ez a harag, ez a meg nem bocsátás felemézt belőlről. És te magad is tudod, hogy ez nem egy jó irány, hogy ez nem egy jó út, és hogy ezen változtatni kell. És ebben szeretnénk a segítségetekre lenni, hogy hogyan tudod ezt megtenni. Tehát az első dolog, hogy lemondunk arról a jogról, hogy kiegyenlítsünk, hogy igazságot tegyünk, hogy bosszút álljunk, és átadjuk Istennek ezt az egész helyzetet. Amen. Halleluja. Nagyon érdekes, hogy sok ember megengedi embereknek a múltjukból, hogy a jelenükbe is bántást okozzon neki. Valaki, aki nagyon régen megbántotta, és ragaszkodunk, megbántott valaki nagyon régen, de mi ragaszkodunk ehhez a sérelemhez, és hogy jogosan haragszunk, és hát ez nem volt igazságos, amit ő tett, hogy megbántott, mennyire fáj, azóta is fáj. Ha nem engedjük el, ha nem bocsáltunk meg, akkor az az illető nem csak a múltba bántott meg, hanem a mai napig okoz bántást nekünk. Hát ez elég nagy butaság, nem? Elég nagy butaság nekünk megengedni. Az az illető, aki a múltba tett velünk bármit, már nem tudna bántani bennünket. Már nem tudna sérelmet okozni, ha csak meg nem engedjük azáltal, hogy továbbra is számon tartjuk azt a sérelmet, amit ez az illető okozott. Mit kell tegyünk? Elengedni. Megbocsátani. Megbocsátani. Igen. Miért kellene nekünk megbocsátani? Tehát, hogyha valaki ilyen mélyen megbántott, uh, ilyen mély sebeket ejtett a mi szívünkbe, miért kellene nekünk megbocsátanunk? Hát ennek több oka is van. Az egyik oka például az, hogy Isten is megbocsátott nekünk. Igaz? Menjünk el a Kolose levél harmadik fejezetére, 13-as versére. Kolosse 3. 13. És azt mondja, hogy viseljétek el egymást, és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha valakinek a másik ellen panasza volna, miképpen Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Miért bocsássunk, meg, ha valaki ilyen mélyen megbántott? Azért, mert nekünk is megbocsátott Isten, nekünk is Krisztusban Isten megbocsátott, és ahogyan ő megbocsátott, meg amiért ő megbocsátott, ezért nekünk is meg kell bocsátanunk. Amen. Amikor megbocsátunk egyébként, uh, fordítva mondom, bocsánat, tehát amikor nem bocsáltunk meg valakinek, azt gondoljuk, hogy ezzel éreztetjük vele ezzel, viszont viszonozni tudjuk azt a bántást, amit ő tett. Csak hogy ez nem mindig így van. Nagyon sokszor valaki megbánt bennünket, és ő nagyon hamar túl teszi magát a helyzeten. Mi meg magunkat rajta, forgatjuk, hogy, hogy, hogy mondhatott ilyet? A szívemet, lelkemet kiteszem, és ilyet mert mondani nekem? Hát nem hiszem el. Ő már régen túl van mindenen. Ő már lehet, hogy el is felejtette neki, nem volt ez olyan nagy dolog, aki a sértést okozta, de minket minden nap bánt. Olyan, mint egy sebb, amit minden nap feltépünk a kötést a seben, és csodálkozunk, hogy nem akar gyógyulni. Mi történik egy sebbel, amit. Ha bekötöznek, és minden nap feltépik, feltépik, feltépik. Egy, hogy mindig érzed ugyanazt a fájdalmat, mint amit először éreztél, igaz? Milyen hamar fog begyógyulni egy seb, ami miután így éppen, hogy behegesedett, már megint föltépjük. Mennyi idő kell egy ilyen seb gyógyulásának? Vagy sok, vagy soha nem fog meggyógyulni addig, amíg ugyanezt tesszük vele, lehet, hogy soha nem fog begyógyulni, ha mi mindig kinyitjuk ezt a sebet, folyamatosan kinyitjuk, feltépjük, egy kicsit kezdett gyógyulni, de mi feltépjük ezt a, ezt a nem is tudom, hogy hogy mondják, a heget, ami, ami képződött, újból felnyílik ez a dolog, és, és nem fog gyógyulni. Azt is le kell magunkba tisztázzuk, hogy amikor megbocsátunk, ezt nem föltétlen őértük tesszük, hanem magunk miatt tesszük. Mert amikor nem bocsátunk meg, akkor ezzel magunknak ártunk, magunkat őröljük, magunkat, magunknak, saját magunknak okozunk fájdalmat. Ezért mondja Isten nekünk, hogy bocsássunk meg, mert Ő jót akar, elsősorban nekünk. Amen. Szóval miért kellene megbocsássunk? Azért, mert Isten is megbocsátott nekünk. Egy következő ok, amiért jó dolog megbocsátanunk mert hogyha nem tesszük ezt meg, akkor a meg nem bocsátás nyomorultá teszi az életünket. Nem tudjuk élvezni az életünket, mert ez a bántás, ez folyamatosan, mint egy élősebb ott van az életünkben, és csak fájdalmat, nyomorúságot okoz nekünk, és Hát nem tudom, hogy ti hogy vagytok, de én eldöntöttem már nagyon régen, hogy ami rajtam áll, én boldog szeretnék lenni. És azt gondolom, hogy ez nem önzőség, hogy ez nem rossz dolog. A Biblia is ezt mondja, hogy Jézus Krisztus azért jött, hogy, hogy a tolvaj azért jött, hogy lopjon, jön, pusztítson, de én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek, a bővített fordítás szerint, hogy élvezék az életüket. Ugye azt mondja a Biblia, hogy gyönyörködj az Úrban, és megadja a szívet kívánságait. Isten azt akarja, hogy ugye a, azt hiszem, hogy az Efézusi levélben mondja, hogy örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek. Azt is mondja, hogy mindenkor örüljetek. Nem tudunk úgy mindenkor örülni, hogyha közben rágódunk a bántásokon, amik értek bennünket. Érnek bántások, történnek rossz dolgok az életben, ez sajnos egy ilyen csomag, nem csak jó pillanatok vannak, nem csak uh, fantasztikus, szuper érzések érnek bennünket, és nem csak uh, mindig süt a nap, hanem van, amikor besötétedik, van, amikor sötét lesz, van, amikor esik, van, amikor villámlik, de újra ki fog sütni a nap. És uh, ugyanez van az életben. Érhetnek bántások, uh, megbánthatnak emberek, megbánthatnak testvérek, megbánthat a pásztorat, megbánthat egy dicsőítő szolgáló, ne essél kétségbe, ne dőjél bele a kardodba, hogy Úristen, hogy történhetett egy ilyen a gyülekezetbe. Könnyen, nagyon könnyen, de nagyon sokat segít, hogyha megtanuljuk ezt kezelni, ha megtanulunk megbocsátani, ha úgy tudunk élni, hogy ezek a terhek, ezek nincsenek rajtunk, ezek a bántások nincsenek rajtunk, hanem elengedjük ezeket. Szóval azért is megbocsáltatunk, hogy ne tegyen nyomorultá az életünket. És még miért bocsáthatunk meg? Például azért, mert ha az Úr engedi és élünk, még szükségünk lehet nekünk is megbocsátásra, igaz? Tehetünk még dolgokat, amiért másoknak kell megbocsátani nekünk. És nézzük meg a Márk 11.25-26-ot például. Márk evangélium 11. fejezet. és a 25 és 26-os versek. És azt mondja, hogy, és mikor imádkozva megálltok, bocsássatok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van. Hogy a ti mennyei atyátok is megbocsássanéktek a ti védkeiteket. Amen. Tehát amikor, amikor imádkozva megáltok. Hát én nem tudom, hogy ki mennyit szokott imádkozni. Vannak, akik sokat imádkoznak, vannak, akik keveset. Én régen keveset imádkoztam. Ha bajba voltam, ja Istenem, segíts meg, és egyből kértem, amikor senki nem tudott segíteni. És nem mindig hittel kértem, és nem is mindig kaptam meg. De dicsőséget és hálát adok az Úrnak, hogy amikor bekerültem a gyülekezetbe, Isten segített, hogy megtanított arra, hogy lehet imádkozni, lehet jól imádkozni, az imáinkra jönnek válaszok, dicsőség Istennek. És észrevettem, hogy nagy különbség van a között, hogy mindent ki kell érdemelni, minden kell dolgozni, vagy kérhetek dolgokat. És olyan dolgokat is megkaphatok Istentől, amit bármennyire akarnék, sem tudnék megszerezni magamnak, de ha kérem, Isten megadja. Én ezt nagyon szeretem, ezért én rendszeresen imádkozom. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok, én nem unok imádkozni. Na jó, nem mondom, hogy néha nincsenek ilyen pillanataim, amikor szívesebben csinálnék mást, de szeretek imádkozni azért, mert Isten meghallgatja az imáinkat, és megadja, és úgy történik, ahogy kérjük, és hálás vagyok ezért neked, Uram. De amikor imádkozva megállunk, azt mondja a Biblia, bocsássatok meg, ha valaki ellen panaszotok van. Ha ezt nem tesszük meg, akkor nyugodtan lehet imádkozni tovább. Egyre jobban fogjuk unni, és egyre kevesebb örömünk lesz az imádságban. Miért? Mert egyre kevesebb választ fogunk kapni. Miért? Mert nem bocsátunk meg. Tehát ha szeretnéd, hogy az imáidra válasz jöjjön, akkor nem baj, hogyha megbocsáltasz. A másik pedig ugye azt mondja a 26-os vers. Ha pedig ti meg nem bocsáltatok, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti védkeiteket. Ugye tudjuk azt, hogy csak úgy tudunk a mennybe kerülni, hogyha a bűneink meg vannak bocsátva. Viszont ha mi nem bocsáltunk meg, mit mond Isten? <kül> hogy hat pedig ti meg nem bocsáltatok, a ti mennyeit, atyátok sem bocsátja meg a ti védkeiteket a mi atyánkba, amit ugye mindannyian ismerünk, ezt imádkozzuk, hogy mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, ahogy a mennyben, úgy itt a földön is, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsáltunk az ellenünk vétkezőknek. Ha szoktad imádkozni ezt az imádságot, először is nagyon jól teszed, nagyon jól teszed, ha ezen a módon imádkozol, de jobb, ha tudod azt, hogy mit mondasz ilyenkor. Azt mondod, hogy Istenem úgy bocsáss meg nekem, ahogy én bocsáltok meg másoknak. Hogyha én nem bocsáltok meg másoknak, akkor ezzel azt mondom, hogy nekem se bocsáss meg, Uram. Ezt ugye értjük, hogy erről beszélünk. Hogy bocsáss meg a mi védkeinket, ahogyan mi megbocsátjuk az ellenünk védkezőknek, ahogyan mi megbocsátunk, bocsánat, az ellenünk védkezőknek. Tehát ha én nem bocsátok meg, imádkozom a mi atyánkot, azt kérem Istentől, Uram, kérlek, ne bocsáss meg nekem, mert én se bocsátok meg másoknak. Nem ezt akarjuk, igaz? Azt szeretnénk, hogy bocsáss meg nekünk, Uram, de mivel te megbocsátottál nekünk, én is megbocsátok nekik. Amen. <coughs> Jézus itt a földön úgy élt az életét, mint ember. Ugye olvasok a Filippi levélbe, hogy ő megüresítette magát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és megmutatta a kereszten, akik megverték, akik kitépték a szakállát, akik tövis kor kor koronát nyomtak a fejébe, megkorbácsolták, átszegezték a kezeit, a lábait, és azt mondta, hogy Uram, bocsáss meg nekik, nem tudják, hogy mit cselekszenek. Kicsit később István is megmutatta azt, hogy, hogy igen, egy ember is képes arra, hogy mikor bántják őt, amikor Istvánt halára kövezték, ő is azt mondta, hogy Uram, ne tulajdon nekik ezt a védket. Hogy megtehetjük azt, hogy mi is megbocsátunk, A mesterünk is megtette, István is megtette, és még sokan megtették, és mi is meg tudjuk tenni. Amen. És még szükségünk lehet nekünk is erre a megbocsátásra. Tehát ezért is érdemes ugye megbocsáltanunk. Van még egy oka annak, hogy miért bocsássunk meg. Ha nem bocsátunk meg valakinek, és azon időzünk sokat, hogy mit tett, hogyan bántott meg, hogyan szólt hozzám, hogyan cselezett ki, hogyan csapott be, hogyan lopta el az örökséget, hogyan lett ez, hogyan lett az, milyen gonosz volt, és folyamatosan erre figyelünk, amerre a figyelmünk van, arra fele fogunk hasonlítani, arra fogunk haladni, olyanná fogunk válni, amilyen ő ezt nem tudom, hogy hallottátok-e, vagy értitek-e, amit mondok, de elmondom még egyszer. Tehát amikor nem bocsátunk meg valakinek, arra fókuszálunk, amit ő tett, amit rosszul tett, elkezdünk olyanná lenni mi magunk is. Ehelyett sokkal jobb ha azt tesszük, hogy megbocsátunk, és olyanná leszünk, mint a mi úrunk Jézus Krisztus. Amen. Tehát az első dolog, amit tudunk tenni, hogy lemondunk ugye a jogunkról, hogy bosszút a rosszért, ami ért bennünket. A következő, amit tudunk tenni, hogy jóval reagálunk, jót teszünk a rosszra cserébe. Nézzük meg a Lukács 6.27-et például. Lukács 6. fejezet, 27-es versét. Ami így szól, de néktek mondom, kik engem hallgattok, szeressétek ellenségeiteket, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak. Aki egyik orcádat megüti, fordíts neki a másikat is, és attól, aki a felső ruhádat elveszi, ne vond meg alsó ruhádat se. Mindeneknek, aki tőled kér, adj, és attól, aki elveszi a tiédet, ne kérd vissza. És amint akarjátok, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek azokkal. Ha szeretném azt, hogy nekem is megbocsássanak, akkor mit mond az ige, hogy amiként szeretném, hogy az emberek velem cselekedjenek, én is azt kell, hogy cselekedjem. Szeretnünk kell az ellenségünket, hogy tudjuk szeretni az ellenségeket? Hogy jót teszünk azokkal, akik minket gyűlölnek, áldjuk azokat, akik minket átkoznak, és imádkozunk azokért, akik minket háborgatnak. Az én életemben, a személyes életemben honnan tudom, vagy honnan tudhatom meg azt, hogy megbocsátottam-e valakinek? Hát nagyon egyszerű. Például... Ha őszintén tudok imádkozni, nem azért, hogy Isten verje agyon, vagy essen rá a mennyezet, vagy szakadjon rá az ég, hanem azért, hogy ő a problémáiból kijöjjön, hogy őt Isten megsegítse, és közben nem érzel fájdalmat a szívedbe, akkor tudhatod, hogy megbocsátottál. Amen. Még a romaiakhoz írt levélben ugye voltunk, a 12. fejezetbe. Egy kicsit menjünk még vissza oda. Rómaiak azért levél 12. fejezet. És olvastuk azt, hogy 19-es verstől, hogy magatokért bosszút ne álljatok hanem adjatok helyet ama haragnak, mert megvan írva enyém a bosszúállás, én megfizetek, ezt mondja az Úr. Azért, 20 vers. Ha éhezik a te ellenséged, adj ennie. Ha szomjúhozik, adj innia. Mert ha ezt teszed, eleven szened gyűjtesz az ő fejére. Ne győzettessél le a gonosztól, hanem a gonoszt jóval győzd le. Hm. Nagyon érdekes ez a vége, hogy ne győzettessél le a gonosztól hanem a gonoszt jóval győz le. Tehát a gonoszt jóval lehet legyőzni, de akkor hogyan lehet a gonosztól legyőzetni? Tehát hogyan tud a gonoszt legyőzni engem? Ha a, gonosz, gon, ha gonoszra válaszolok, akkor legyőzett a gonosz. Mert mindenki annak a szolgája, akinek engedelmeskedik. Ha az gonosz azt mondja, hogy ilyen volt hozzá, legyél te is olyan hozzá, tudsz te is gonosz lenni. Hányan tudjátok, hogy képesek vagyunk, ha akarunk? Valaki gorombán beszél velünk, ha összeszednéd magad, lehet, hogy te is tudnál gorombán beszélni, nem? Ha akarnál. <laughs> Szilvi azt mondja, hogy ő nem tud. <laughs> de amikor ezt tesszük, ha gonoszra, gonoszra reagálunk, akkor a gonosznak engedelmeskedtünk, és ő lett az urunk. Mert neki engedelmeskedtünk, de ha gonoszra jót reagálunk, akkor kinek engedelmeskedünk? Istennek. És ezzel is kifejezzük, hogy ő a úrunk. Ő a mi úrunk. Halleluja. És most jön egy nagyon érdekes dolog, így zárásképpen, hogy Beszéltük ezt a két dolgot, ugye, amit tudunk tenni, hogy nem állunk bosszút magunkért, lemondunk erről a jogról, és a rosszra jóval, a rosszat jóval viszonozzuk, jót reagálunk egy rossz eseményre is. És a következő, amit tudunk tenni, hogy ezt a folyamatot megismételjük, ahányszor csak szükség van rá. Tehát, amikor megbánt valaki, mit csinálunk, nem állunk bosszút. Ha tudunk, jót teszünk azzal, aki megbántott bennünket megbocsátunk neki. Imádkozunk érte, jót kívánunk, jót kérünk Istentől. És ha megint megbánt, kezdjük előre. Mondom, ezt könnyű elmondani, én olyan mosolyogva tudom ezt elmondani, de ha nekem lesz erre szükségem, akkor nem fogok ennyire mosolyogni, valószínűleg. De meg tudom tenni, és ez az egyetlen út, ami, ami, amit érdemes járni, a, amelyen érdemes járni. Tehát megismételjük ezt a folyamatot. Mi történik? Hányszor kell megbocsátanom? Még hétszer is? Nem. Hetvenszer, hétszer is. Még egyszer mondom, ne tévesszük össze azt, hogy megbocsátunk valakinek azzal, hogy helyreállt a kapcsolat, hogy helyreállt a bizalom. Nem, ez a kettő nem ugyanaz. De a mi részünk, hogy mi megbocsátunk. Mi nem tartjuk számon a gonoszt, hogy mi átadtuk ezt a dolgot az Úrnak, hogy mi elengedtük a sérelmet, rábíztuk az igazságosan ítélőre, eldöntöttük, hogy mi szeretni fogjuk ezért, ha tehetünk jót neki, ha éhezik, enni adunk, ha szomjazik, inni adunk, jót teszünk. Szeretjük a mi ellenségeinket, és Istenre bízzuk, ő az igazságosan ítélő, és uh, imádkozunk értük. Amen. Hát szeretnék azért imádkozni, hogy, uh, hogy az Úr segítsen nekünk ebben. Ja, igen, bocsánat, ezt majdnem elfelejtettem. Ó, oh, köszönöm, Uram, hogy eszembe ittetted. <laughs> Mielőtt még imádkoznánk. Valaki lehet, hogy azt mondja, hogy uh, te nem tudod, hogy mennyire megbántottak engem. Én nem vagyok képes arra, hogy megbocsássak. Voltál már így? Hogy úgy érezted, hogy nem tudsz megbocsátani, hogy nem vagy képes arra, hogy megbocsásd? Igazad van. Te nem vagy képes arra, hogy ezt megted magadtól. Most a csütörtöki biblia többen mondták, hogy amielőtt újjászülettek, megnyitották magukat a haragnak, bosszúállásnak, stb., de amikor újjászülettek, akkor ezt úgy el tudták engedni jobban. Könnyebb volt megbocsáltani. És megállapítottuk azt, hogy ennek az lehetett az oka, hogy mikor újjászületünk, Istennek a szeretete kitöltetik a szívünkbe. És ez a szeretet képes szeretni. Amen. Ez a szeretet ilyen, hogy megbocsátó. Megbocsátó. És ezért tudunk könnyebben megbocsátani, mert Istennek a szeretetet ott van bennünk, és nem a magunk erejéből kell, hogy megbocsássunk, hanem engednünk kell, hogy Istennek a szeretete átjárjon, és az ő ereje betöltsön, és ő tegyen képessé arra, hogy megbocsássunk. Tehát a saját erődből ne csodálkoz, hogyha nem megy. Ha azt mondod, hogy nem tudsz megbocsátani, igazad van. De azt teheted, hogy kéred Istennek a segítségét, hogy ő segítsen neked. Adjon erőt, adjon. Öm, békességet hozzá, segítsen megbocsátani, és az ő erejével viszont képes vagy. Amen. Istennel meg tudsz bocsátani. Szükségünk van rá. Nagyon-nagyon-nagyon szükségünk van rá ahhoz, hogy őszintén szívből meg tudjunk bocsátani azoknak, akik bántottak minket. De ő ott van, és ő segít. Úgyhogy azért szeretnék imádkozni. Hogyha miközben közben erről beszéltünk, megbocsátásról, a Szent Szellem munkálkodik, és közben lehet, hogy már eszedbe juttatott egy-két embert, aki bántott téged, aki rosszat tett veled, aki, akinek lehet, hogy meg kellene bocsátani Vagy ha valaki néz bennünket az interneten, és van valaki, aki felé még mindig megvan a listánk, hogy mivel bántott meg, és hogyan okozott kárt, akkor, eh, akkor itt az ideje annak, hogy megbocsássunk. hogy Atyám a Jézus nevébe szeretnék imádkozni. Mindenki, aki hallja a hangomat ma, hogy kérlek, Atyám, adod a te kegyelmedet nekünk, hogy meg tudjunk bocsátani, akárhányszor szükségünk van rá, hogy, hogy ne... Eh, Mérgezze meg, ne keserítse meg ez a meg nem bocsátás az életünket, hanem tudjunk egy áldott, felszabadult, boldog életet élni azáltal, hogy azt tesszük, ami kedves neked, Uram, hogy szeretjük a testvéreinket, hogy szeretjük az embereket, szeretjük a fele barátainkat, a férjünket, a feleségünket, és ezt úgy is meg tudjuk tenni, hogy megbocsátunk, amikor szükség van rá. Kérlek, atyám, áraszt ki a kegyelmed ránk az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen, 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 amen.